akik megsúgom még a kedves településen élők még este láthatnak más műfajban is, hiszen Verec Anna az, aki a helyi hastánc iskolát vezeti a művöldési otthonban, tehát ebben is otthon van, és este majd a este program folyamán hastánc műsorral is föl fog lépni, mint influenza járvány, szoktam mondani. Közben láttuk ott hát Polányi Biancát is a sportolnél, valakivel maradt szó, a sportolnél egyébként Vianet versenyez, hát le is szállták is jelen. Már le is szállt. Az a sportpóni egyébként az a méret, amivel ezt a sportot gyerekek legkönnyebben megtanulhatják. Nyilvánvaló, hogy ahhoz a sportpónihoz, amelyik ÖTT világkupát nyert valóban talán előtt, igazándiból ugyanaz is kell, hiszen ez egy kis mozgó, állandóan mozgó futó kis navacska, ehhez már tudni kell lövegelni. Na közben megérkeztek a fogatrajt ültve. A Pirányi Sanádot látjuk, a Dakon, Pirányi Balázs, az apukát, a kettes fogaton, Méri és Katica nevű Lipicai kancákkal, különlegességgel, fekete kancának, ugye a 12 éves lény, magas szintű fogathajtásban versenyzett idáig. Mellette egy tanuló ló van, egy 5 éves Lipicai kancá, a Katica a szülke. Nyilván ilyenkor az idősebb ló tanítja a fiatalt. Ott van, látod, milyen csak oda néz, milyen ügyes. Hát igen, így kell kiírtani egy bőját, de ezt mindjárt visszarakjuk. Hát én a fügetben Pirányi Sanád gyermekfogatrajtó versenyző, Dön Kárlós nevű kis herélt póniával, látjuk, hogy milyen kis kemény, gyors póniról van szó. Ott a kocika látod. És meg a kis hűt is, hogy azért, ő azért tudja, hogy a bőle mellett hogy kell menni. Ott is, jaj, de szépen. Közben várta munkába mennek a rüttek. Majd oda megyünk, megyünk. A fekete egy kicsit szebben, a szőke még mindegy a tanulnak kell. Megsimogathatod, jó? Megsimogathatod, jó? Oda mész. Mennyi hátra, Csana? 15. 2-15. Valódi. Mondom, hogy ott te csinálod. A rovat egyébként maraton szerzámban és maratoni jártató kocsiban vannak fogatolva. Nyilván a terep helyszíneken alkalmas ez a kocsi. A gála kocsiban kell díjhajtásban és akadályhajtásban hajtani. Ez terepre való kocsi, de ebben tanítjuk a lovakat. Minden nap a megfelelő edzés mennyiséget megkapják, tehát hajtva vannak folyamatosan. Jó, tehát lehetőség lesz ez ebben a fél órában, amit még itt tartózkodunk, tovább azért nem, hiszen a gyerekek versenyre készülnek, és holnapra frissek maradjanak a lovak, ezért aztán fél óra van. Akár a kis Sanádhoz, akár a Balázshoz gyerekeket fel lehet ültetni, pár kör elejét sétálgatnak velük a pályán, és fél óra múlva pedig távozunk. Majd köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy meghallgattak, megnéztek bennünket, és akkor várunk mindenkit a Pányolás Sportban. Köszönöm szépen!